emberek és az állatok közötti szoros kapcsolat az, ami ennek a kiállításnak a mottoja, ami a mondani valója. Gulácsi Zoltán, a Munkásművelődési Központ közművelődési munkatársa nyitotta meg az intézmény folyosó galériájának új kiállítását. A Gemenci Erdő Vadvilága című tárlaton Jilingné Németh Júlia olajfestményeit láthatják az érdeklődők. Az alkotások különlegessége, hogy egyetlen emberalakot sem ábrázolnak, csupán állatok láthatóak a kiállított műveken. Nagyon szeretem az állatokat, és sok-sok ember között dolgoztam. Az embereknek sok-sok mindent megtettem, de mégis úgy éreztem, hogy talán az emberek nem adtak nekem vissza annyi örömet, mint az állatok, és ezért választottam az állatok világát. A kiállító elmondta, a képeken látható tájegység kiválasztása sem véletlen. A fiam is az erdőbe ott dolgozott, és én is gyakran mentem le Gemencbe, és a másik meg az, hogy van egy tanyám, és az köze van az erdőhöz, és tehát a Gemenci erdőnek a nyúlványában van a tanyám, és azért festem ezeket a képeket. A Gemenci Erdő Vadvilága című kiállítást július 26-áig láthatják a Munkásművelődési Központ folyosó galériájában.